Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartunktól. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy még jöhetünk hozzád örömmel és hálaadással, hogy megtartottad az életünket és megváltót, megtartót adtál nekünk Jézus Krisztusban. És köszönjük, hogy te adod az ígéretet, hogy aki ő hozzájön, azt te semmiképpen el nem küldöd magadtól. És mi ma este te hozzád jöttünk, megtartunk, megváltunk. Könyörülj meg rajtunk, és ezen a mai estén is ajándékozz meg bennünket, szádból származó, személyes üzenettel, élő, gyógyító igével, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, folytassuk tovább Istenünk igéjének a tanulmányozását, az Efézusi Levél a 3. fejezetének a mai szakasza, a 15. verset olvasom. Így szól hozzánk, ami Urunk, de az érthetőség kedvéért még én hozzáolvasom a 14. verset, hiszen így kerek a mondat. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, menjen és földön. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az adventi időszakban. Abban a nagy kiváltságban van részünk, hogy mi folyamatosan olvassuk Istennek az igéjét, és az elmúlt alkalommal Pál apostolnak az imádságát kezdtük el tanulmányozni, és láttuk, hallottuk, tapasztaljuk, hogy aki Isten előtt térdel, meghajtom térdeimet, az meg tud állni az emberek és a nehéz körülmények között is. Az olyan körülmények között is, amelyek napjainkban történnek, vagy amik ezután jönnek, Isten előtt térdelve felvértez Isten bennünket mindarra, amivel szembenézünk. Csodálkoztunk és imádtuk az Istent, hogy milyen hatalmas nagy dolog, amikor Istennek a szerelme kényszerít bennünket térdre. Nem egy betegség, nem munkanélküliség, nem gazdasági világválság, hanem az Istennek Jézus Krisztusban adatott szerelme, ami és aki előtt mi térdre és arcra borulunk. És milyen csodásan fogalmaz Gyökösi Endre, amikor azt mondja, hogy aki Isten előtt le tud borulni, az nem fog kiborulni. Megnéztük az elmúlt alkalommal az imádságnak a fogalmát, akadályait, és azt, hogy hogyan mélyülhet el az ima életünk. Ezt folytatjuk ezen a mai alkalmon is. Karácsony felé közeledve a hívők egész családjáról szól a mai ige, úgyhogy a mennyei atyára mutatva a mai napon ezen imádság keretében azt nézzük meg, hogy mit mond ez a mai ige az apaság eszméjéről.
ős képéről. Talán soha nem volt időszerűbb erről beszélni, mint napjainkban, amikor nem csak a család, nem csak a hagyományos családi szerepek, hanem az apai szerep is komoly válságba került. Könyvtárnyi szakirodalom beszél az apa hiánynak a lélektani, kriminológiai, párkapcsolati hatásairól. Én most csak egy szakembert idézek, dr. Bojki Orsolyát, aki azt mondja, hogy a társadalmi kutatások rávilágítanak arra, hogy a stabil családi háttér hiánya, az apa hiánya elsődleges rizikófaktornak tekinthető a bűnelkövetővé válásban. Élesen kirajzolódott, hogy a stabil, kiszámítható szülői jelenlét hiánya a gyermek életében különösen fontos kockázati tényezőként tartható számon. Nem elsősorban a külön élő szülők jelentik a fő problémát, hanem az állandóan változó család szerkezet, lakókörnyezet és a nevelői közeg. Ez az állandó változás sokkal inkább rizikófaktornak tekinthető, mint az, hogy a szülők elváltak vagy külön élnek. Az egyszülős családokból jellemzően az apa hiányzik. Ezért az apa hiányát és az apa távol létét érdemes hangsúlyosan figyelembe venni a kriminológiai vizsgálatok során, mint rizikófaktort. Ehhez még hozzáadódik az is, hogyha még jelen is volt az apa a család életében, akkor is gyakran alkohol problémákkal küzdött, bűncselekményeket valósított meg, illetve gyakran bántalmazta a családtagokat, amely tényezők nyilvánvalóan jelentősen hozzájárultak a megkérdezettek bűn elkövetővé válásához. Mindazáltal nem csak az apánál, hanem a többi családtagnál is jellemző volt a szenvedélybetegség, és az elkövető is általában vitte tovább ezt a családi hagyományt. Milyen csodálatos, hogy mi most hirdethetjük a megtartót, a szabadítót, aki helyre tudja állítani a lerombolódott apaképet, a felborult családi egyensúlyokat. Egy kérdésünk van ezen a mai estén. Mit tudunk tenni az ellen, amit a napjainkban tapasztalunk, hogy ne ez a negatív tendencia folyjon tovább, hanem minél több egészséges család legyen, ahol mind az apa, mind az anya az Istentől rendelt helyén van. Akiről neveztetik minden nemzetség, menjen és földön. Pál apostol imádságának az első része elmondja nekünk, hogy ki a mi Istenünk, kihez imádkozunk. Azt mondja róla, hogy ő a pásza patria, mindeneknek atya, teremtője. Az atya alkotása minden ember. Istennek a remek művei vagyunk, egytől egyig, akiket azonban a nagy hekker, a gonosz megpróbál annyira eldeformálni, hogy az Isten képűségünkből lehetőleg semmi se látszódjon. De Isten ezt nem nézte, és ma sem nézi ölbetett kézzel. Ezért küldte el a második Ádámot, a prototípust, akiben apánká lett az Isten.
Jézus tanított meg bennünket arra, hogy mennyei apánk, a mindenséget teremtő Isten, Jézus Krisztusban. Milyen csodálatos örömhír! Következik ebből az, ami az egész évünknek a témája és címe. Nem vagy egyedül. Ahogyan megfogalmazza az apostol az Efézus 2:19-től, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és családja, háza népe az Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Jézusban nem vagyunk árvák, jövevények, senkik, a mennyei atyához és a háza népéhez tartozunk. Ezért kiállt fel az apostol a római levélbe, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk. Abbá, atyám, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön. Akiről neveztetik, így is lehetne fordítani, minden család, minden rokon, minden családfa, minden eredet, minden apai leszármazás, az egész faj, nemzet. Mire utal itt az apostol? Kedves testvérek, jól lehet, hogy csak egy verset olvastam fel, de olyan mélysége van ennek a versnek, hogy csak egy pár gondolatot tudok ebből a gazdagságból megemlíteni. Mire utal itt az apostol? Először is arra, hogy minden megváltott menjen és földön úgy tekinthet Istenre, mint családfőre. Ő a kezdet, és minden apai, atyai tekintének a forrása. Aztán az következik ebből, hogy minden teremtett lény, angyal, ember, ennek az atyának tartozik a létével. Nem csak mint egyén, hanem mint család is. És a családok a mennyben magukba foglalják az angyali lények különböző osztályait, a földi családok a különböző fajokat jelentik, amelyek Noétól származnak, és most különböző nemzetekre oszlanak. Azaz, Isten atyai fősége alatt ott vannak a mennyei lények, és ott vannak a földi családok. Így vagyunk az Istennek a háza népe. Aztán következik ebből az is, hogy minden apaság a világ mindenségben Istentől származtatja nevét. Isten apasága az eredeti, az ideális, a prototípus minden atyasági kapcsolatnak. Philips ezt a verset így fordítja, akitől minden apasság földi vagy mennyei származtatja a nevét.
Mi következik mindebből, testvérek? Egy kérdés. Hogyan válhatunk eléggé jó apákká? Hát először is úgy, hogy meglátjuk és elismerjük, hogy a szülő tisztelet, így az apa tisztelete is Isten atyaságából származik. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ez nem kérés, ez parancs. Ez nem opció, hanem az isteni rendnek a része. A tisztelet az első, amit Isten a szülőknek, így az apáknak és az anyáknak kölcsönöz. De a másodszorban el kell fogadnunk azt is, hogy mi ettől a tökéletes isteni apaképtől nagyon messze vagyunk. Nem szabad azonban, hogy a kudarc, a csüggedés, a lelkiismeret furdalás megbénítson bennünket. Mert a gonosz ezt akarja elérni, hogy lebénítson bennünket. És elénk hozza a mi bukásainkat, eleséseinket, sikertelenségeinket, és hozza elénk mindazt, hogy természetesen hatnak ránk a lélektani, genetikai, szociokulturális tényezők, hogy milyen családban nőttünk fel, volt-e édesapánk valóban, ha igen, akkor milyen volt, és milyen apaképet láttunk a családunkban. De milyen jó, hogy nem itt kell befejeznem. Csodásan fogalmaz az egyik katolikus teológus, az örömhír az, hogy emberek ejthetnek sebeket, lehetnek szeretetlenek, de az Úr kinyilatkoztatta magát, és Jézus Krisztus ma is gyógyítja az élet sebeit. Nem vagyunk determinálva, és tegyük hozzá, nem vagyunk egyedül, nem vagyunk kiszolgáltatva, se annak, amit örököltünk, se annak, amit láttunk, amit tapasztaltunk, amit az eddigi életünkben átéltünk. Miért? Azért, testvéreim, mert imádságban a mennyei atyánk elé vihetjük kéréseinket, kérdéseinket, és az ő jelenlétében tőle leshetjük el, hogy mit jelent igazi apának, atyának lenni. Ettől az atyától tanulhatunk meg szeretni, aki a saját szerelmes fiát odaadta az ilyen magunk fajta emberekért, hogy el ne kárhozzunk, el ne vesszünk. Kiszolgáltatta a saját gyermekét, hogy nekünk életünk legyen. Tőle tanulhatunk következetességet, önfegyelmet, rendet, rugalmasságot, felelősséget, felelősségvállalást, és mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy szíve szerint való apákká, anyákká váljunk. Akiről neveztetik,
minden nemzetség menjen és földön. Most pedig kérdéseket teszünk fel a Bibliaórán második részében. Igyekeztem olyan kérdéseket felhozni, amelyek elég magvasak, és van lehetőségünk kifejteni azt, amit itt Pál apostol egy mondatban rögzít. Mit mond el az atyáról ez a mai igevers? Milyen kapcsolat van az apakép és az istenkép között? Mik a jó apaságnak az ismérvei? És végül, hogyan segít ez a mai vers abban, hogy elég jó apákká váljunk? Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük, hogy adtál nekünk földi édesapát, köszönjük az ő hitét, életét, példaadását, irántunk tanúsított szeretetét. Köszönjük, hogy hozzád vezettek, és ezáltal megismerhettünk téged a Jézus Krisztus által. Tégy bennünket szíved szerint való apákká, anyákká, gyógyítsd az életünk apasebeit, és add, hogy mi ne sebeket okozzunk, hanem sebeket gyógyítsunk a te jelenléted és szent lelked által. Annak nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atyám. Amen.